Városi Televízió információs műsora. Minden hétfőn, szerdán, pénteken 19 órától. A város híreivel, eseményeivel. Jó estét kívánok! Kedves nézőink, Önök a Városi Televízió hírműsorát, a Pécsmát látják. Április 6-án ismét közgyűlés. Pécset járt a kolumbiai nagykövet. A vízdíj módosításról. A Unic Bank eredményei és tervei. A magasház, a parkolóház és a lakók. 6-7 Szentpétervárott. A fiatal fotoművészek záró kiállítása. A 92-es filadelfiai Pavarotti énekverseny győztese. A második Pote Jazz Fesztivál. Divat bemutató a Trias Impexnél. Április 6-án tart közgyűlést Pécs megyei jogú város. A tervezett napirendi pontokról Radnai Csaba számol be. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Egy 1990. évi törvény értelmében az önkormányzati tulajdonú vízi közművekből származó ivóvíz és az ehhez tartozó csatorna, illetve szennyvízdíjak díjait, árait az önkormányzat határozza meg. Éppen ezért vízdíjakkal kapcsolatos döntéshozatal várható a közgyűlés holnapi ülésén. A lakossági maximált vízdíj az elmúlt évben 60 forint per köbméter volt a ivóvíz esetében, és az ivóvíz plusz csatornadíj esetében 100 forint per köbméter volt. A lakossági határ márciustól megemelkedett, az ivóvíz esetében 78 forintra, míg az ivóvíz plusz csatornadíj esetében 126 forintra. Az önkormányzat az ivóvíz esetében indokoltnak tartja ezt az emelést tartani, míg az ivóvíz plusz csatornadíj esetében nem kívánja a határt elérni, nem kívánja a 126 forintos emelést meglépni, megelégszi csak a 114 forintos határral, 114 forintos emeléssel is, illetve 100-ról 114 forintra való emeléssel. De ezek természetesen még csak előterjesztések, akinek módjában áll a holnapi közvetítést, élő közvetítést figyelni, az természetesen első kézből szerezhet információt a várható vízdíjakról. Noha az önkormányzati ingatlan eladások lelassultak, de azért a holnapi ülésen is két napi rendi pont fog foglalkozni ingatlanok eladásával. Az egyik a alsó Balokány utca 28 szám, a másik a Mátyás Király utca 24 szám alatti ingatlanok és ezek értékesítése. Folytatódik a részönkormányzatok megalakulása is. A Mecsek-Szabolcsi részönkormányzat már felállt, működik, míg a Hírdi is megtette az első lépéseket, ugyan kicsit döcögve, de várhatóan ez is meg fog hamarosan alakulni. A harmadik terület a Pécs-Bánya-telep, ahol, hogyha a holnapi közgyűlés döntése sikeres lesz, megalakulhat a településrészi önkormányzat. Ezek a témák és még más témák is szerepelnek a közgyűlés holnapi programján, a holnapi napirendi pontok között. Aki teheti és természetesen akit érdekel, reggel 9 órai kezdettel tartson velünk. Köszönjük szépen! Kedden városunkban járt a Kolumbiai Köztársaság magyarországi nagykövete. Megbeszélést folytatott a város és az egyetem vezető személyiségeivel, köztük dr. Ormos Mária történésszel. A JPTE Damjanich utcai épülete előtt találkoztunk a nagykövet úrral. Milyen kapcsolatai vannak Kolumbiának Magyarországgal, különösképpen Pécssel? Mindenek előtt annak a boldogságnak szeretnék hangot adni, hogy végre ellátogathattam ebbe a csodálatos városba. Már régóta szerettem volna meglátogatni az önök városát. Ami a magyar-kolumbiai kapcsolatokat illeti, számottevő módon fejlődnek. A kulturális cserekapcsolatok programja aláírás előtt áll. A szerződés 1995-től 1997-ig terjedő periódusra vonatkozik. Másrészt aláírtunk egy gazdasági együttműködési szerződést. Ezt a kolumbiai parlament a közeljövőben fogja ratifikálni. Banánt, virágot, textilárukat adunk el Magyarországon, és gyógyszeripari, elektronikai termékeket, fotópapírt és egyebeket vásárolunk. Magyarország kínálata meglehetősen gazdag. Maga Pécs városa áll-e valamilyen kapcsolatban kolumbiai városokkal? Remélem, hogy látogatásom hozzájárul ahhoz, hogy létrejöjjenek ilyenek. Pillanatnyilag nincs még például testvérváros program, vagy hasonló együttműködési lehetőség. És az egyetemek között?
Remélem, hogy a már létrejött kulturális együttműködési szerződés lehetőségeit kihasználva széles körű egyetemközi megállapodások születnek a közeljövőben. A csütörtöki közgyűlés napirendi pontjai között szerepel a vízdíjmódosítás is. Hogy ez mennyiben érinti a lakosság pénztárcáját, erről kérdeztük a pécsi Vízmű Kft. Igazgatóját. Pécsett a vízzel foglalkozó intézmények közül a pécsi Vízmű Kft. Az egyetlen, mely önkormányzati hatáskör alá tartozik. Pontosan mivel foglalkozik ez a társaság? Pécsi Vízmű ellátja egyrészt Pécsváros lakosságát, iparát, intézményeit ivóvízzel, másrészt az agglomerációhoz tartozó 10 településnek biztosítja ugyanezt, valamint biztosítja a szennyvízelvezetését, illetve a szennyvíznek a tisztítását. Természeti adottságait tekintve a városnak mennyire könnyű vagy mennyire nehéz vízhez jutni? Pécs az átlagos magyarországi városok közül tulajdonképpen hátrányos helyzetben van, ugyanis a Pécs térségében lévő vízforrások nem elégségesek ahhoz, hogy a teljes igényt kielégítsék. Éppen ezért volt szükség arra, és van még a mai napig is, hogy a Dunáról bizonyos mennyiségű vizet átvegyünk. Ezen kívül milyen vízforrásai vannak még a városnak? Hát tulajdonképpen elsőként említeném, ami 1892-ben, tehát több mint 100 éve a Tetje forrásra alapozódott, az a mai napig is él és dolgozik. Ennek a mennyisége azonban a mai város igényeihez képest szinte jelentéktelen, majdnem mondtam, hogy elenyésző. Ezen kívül két mélyfurású területe van. Egy a Tortyogó térségében, ez egy olyan 8-10 kilométerre van nyugatra a várostól, a másik pedig Pellér térségében van. Az április 6-i közgyűlés témája lesz a vízdíjmódosítás. Ezúttal milyen változtatásokról van szó? A április 6-i közgyűlésre egy javaslatot terjesztettünk a bizottságok elé, melyet a bizottságok elfogadtak, és ezennel fel is tudom olvasni a várható értékeket, illetve az előterjesztésre kerülő értékeket, és bízunk benne, hogy a önkormányzat testület ezt elfogadja, ami azt jelenti, hogy csatornázott területen a víz és csatornadíj együttesen a lakossági fogyasztók számára 110 forint lenne, a nem lakossági fogyasztók, tehát a vállalatok számára 156 forint per köbmétert jelentene. Csatornázott, de vízzel el nem látott területen, tehát csak maga a csatornadíj tisztán az 40 forint, és a nem csatornázott területen a lakosságnak az ivóvízdíja 70 forint, míg a ipari, tehát nem lakossági szférában ez 116 forintot jelentene. A kormány a lakosság terheinek a csökkentésére azokon a településeken, ahol aránytalanul ez relatív fogalom, tehát ahol drága a vízbeszerzés, illetve a vízelosztás, valamint a szennyvíztisztítás, hozzájárul a lakosságnak a díj, vagy tulajdonképpen a terhének a csökkentéséhez. Ez bizonyos küszöbértékeket jelent, tehát a rendelkezésre álló 2 milliárd forintnak megfelelően történt, illetve a 2 milliárd forintot egy küszöbérték szerint osztották el, ami azt jelenti, hogy a víz és a csatornadíj, ahol együttesen, mint például a Pécs esetében, a 130 forintot meghaladja, ott a 130 forint fölötti részt hozzáadja az állam, és ahol csak ivóvízről van szó, ottan pedig a 78 fölötti részt adja hozzá az állam. Az a forint összeg, amit az előbb itt említettem, ez a pécsi önkormányzat, illetve a pécsi vízmű ellátási övezetében mintegy 79 millió forint állami támogatást jelent a lakosság felé. A Unic Bank RT 1994. októberében nyitott fiókot Pécset. Ma délután találkoztak a bank képviselői a pécsi fiók már meglévő ügyfélkörével és a dél-dunántúli potenciális partnerekkel. Ezt megelőzően a pénzintézet eredményeiről és terveiről tájékoztatták az újságírókat. Bankunk 1994-ben folytatta az előző évek sikeres menetelését, ha úgy tetszik. Mind az üzleti volumen, mind a adó utáni eredmény kiemelkedően növekedett, és ebben az értelemben azt hiszem, hogy a bank vezetése és tulajdonosai egyaránt elégedettek voltak a teljesítményünkkel. El lehet mondani, hogy egy fokozatosan, szervesen,
szakmailag megalapozottan építkező bank a mi bankunk. Üzletpolitikájában igyekszik rugalmas, ügyfélorientált és kreatív maradni, és a volumen növekedésével szeretnénk elkerülni az elbürokratizálódást, a merev ügyfélkezelést vagy ügyek intézését. A bank 1987-ben alakult harmadik vegyes bankként Magyarországon. Azóta már 4 vidéki fiókot nyitottak, köztük a csaknem fél éve működő pécsi egységet. A dél-dunántúli régió örömmel vesz igénybe a szolgáltatásainkat. Eddigi tapasztalataink alapvetően azok, hogy különösen a nagy pénzforgalmú cégek és külföldi tulajdonossal már rendelkező cégek, illetve a közszolgáltató vállalatok a üzleteik egy részét igyekeznek a Unique Bankhoz hozni, igénylik a speciális szolgáltatásokat mind a hitelezési, mind a pénzforgalmi tekintetben. Erről tanúskodnak a számok is. A pécsi viszonylatban talán legkisebb létszámmal, 9 fővel működő fiók, márciusavi pénzforgalma meghaladta a 6 milliárd forintot, és mindehhez csupán 30 ügyfélszámla tartozik. A mai üzlet találkozóval a bank jelezni kívánja, hogy stabilizálni, illetve tovább gyarapítani igyekszik dél-dunántúli kapcsolatait. Tudtuk meg a mai sajtótájékoztatón. A Városi Televízió információs műsora minden hétfőn, szerdán, pénteken 19 órától a város híreivel, eseményeivel. A Magasház és környéke hosszú ideje rendezetlen pontja a városunknak. Most úgy tűnik, elindult valami. A pécsi terv RT tervei készülnek, a környéken lakók aggályai nőnek. Több hónapja készítjük az építésengedési terveket. Egy első fázisban elvi építésengedés szinten egy programterv elkészült, ennek az engedélyeztetése már folyamatban van. A beruházásnak a lényegi elemei eldöntek. A Magasház, mint szerkezet megerősítve, felújítva újból funkcionálni fog. Lakások, irodák, üzletek kapnak benne helyet. A mellette létesülő új épületrészekben pedig elsősorban kereskedelmi létesítmények, illetve egy parkolóház, még garázs létesül. Élet fog költözni ebbe a környékbe, ami azt jelenti, hogy a korábbi elsősorban lakásokat tartalmazó Magasház mellett itt a kereskedelmi funkciók napközben is egy nyüzsgő, mozgó életet fognak eredményezni. Milyen fajta környezetvédelmi előírásoknak kell megfelelni egy ilyen mérvű beruházásnál? A környezetvédelem alapvetően két területen írja elő a szükséges műszaki megoldásokat, levegőszennyezés vonatkozásában és zajszennyezés vonatkozásában. Az előzetes hatásvizsgálatok mindkét vonatkozásban azt igazolták, hogy lehetséges a megfelelő műszaki megoldásokat megtalálni. Mi a részletes tervezésnél, az engedési terv készítése során természetesen ezeket a műszaki megoldásokat már konkrét számításokkal és részlet műszaki megoldásokkal is próbáljuk igazolni. Folyamatos egyeztetésben vagyunk a környezetvédelmi hatósággal. Egy ilyenfajta föld alatti parkoló ebből a szempontból előnyösebb, mint egy felszíni parkoló? Mindenképpen előnyösebbnek mondható két szempontból. A föld alatti parkolóban összegyűlő füstgázok koncentráltan vezethetők magasabb régiókba. A másik szempont pedig az, hogy a zajhatások egy épület kontúrjain belül tarthatók, és megfelelő akusztikai műszaki megoldásokkal az épület környezetére gyakorolt hatás lényegesen csökkenthető. A környéken lakók körében vannak olyan aggályok, hogy egy ilyenfajta nagymérvű építkezés kárt tesz a környezetben, esetleg a Magasház is összedől. Sem a Magasházat, sem a környéken lévő lakóépületeket károsodás nem érheti. Részletes talajmechanikai vizsgálat fog készülni, és a statikai tervezésnél minden olyan szempontot figyelembe fogunk venni, amivel el tudjuk kerülni azt, hogy bármiféle károsodás legyen a környéken. A Megyeri téren most tulajdonképpen park van. Mennyire fog lecsökkenni a zöld terület? A zöld terület sajnos csökkenni fog, ez az ára annak, hogy ezen a környéken újból élet legyen. A park felület körülbelül 30-35%-ával csökken. Ennek ellentételezéseként a beruházás keretében a megmaradó parkterületnek a teljes felújítása, a játszótérnek az újbóli megépítése, felújítva való megépítése van tervbe véve. Ez az ígéret a város felé.
Szentpétervárot járt 6 hetes tanulmányúton Magyarország felsőoktatási intézményeinek több mint 50 tagja. Az orosz felsőoktatásról, a közéletről, a kint szerzett tapasztalatokról számol be 5 pécsi egyetemista. Az elmúlt napokban érkezett haza az a több mint 50 főből álló magyar egyetemista csapat, akik 6 hetet töltöttek Szentpéterváron. Hogy jutottatok ki? Hát ugye ez ilyen részképzésnek minősül, ez a hagyományos, régebben tradicionális féléves képzésnek a folytatása. Gyakorlatilag most 6 hetes képzés van, illetve féléves 4 hónapos. Mi egy ilyen 6 hetes képzésen vettünk részt. Gyakorlatilag minisztériumi szinten kell megpályázni a tanszéken, amennyiben elfogadják, akkor ki lehet utazni. Kik voltak még a csapatban? Hát voltak ugye Pécsről, a mi 13 főnk, Budapestről, az Eltéről, Szombathelyről, Egerből, Szegedről, azt hiszem ennyi. Hogy telt el ez a 6 hét? Hát tulajdonképpen az 51 pár fős csoportot felosztották kis csoportokra. Volt, aki ugye órákra járt, aki konkrét célral indult ki, az, mint például én is, az konkrétan a témájában kutatott. Milyen előadásokon vettetek részt? Elég vegyes volt, volt beszédgyakorlatunk, fonetikánk, lexikánk, országismeret, kultúra és irodalom, azt hiszem ennyi. Az utóbbi időben elég sok mindent hallunk az orosz helyzetről. Ugyanazokat tapasztaltátok-e, amiket itthon a magyarok tudnak a kintetetek során, vagy teljesen más dolgokat vettetek észre? Hát, ami a rossz oldalt nézzük, azt nem tudnám elmondani, hogy tapasztaltuk volna, mert a 6 hét szerintem nagyon kevés volt arra, hogy kiismerjük, meg meglássuk azt a rosszat, ami egyáltalán ott volt kint. Hát a szállodán belül, vagy a kollégiumon belül, ahol laktunk, nagyon féltettek minket attól, hogy nagyon késő este ne járjunk ki a közbiztonság miatt. De ezt valahogy így a nappali fényben, vagy így nappal látva ezt nem láttuk, és egyáltalán nem lehetett tapasztalni, hogy rossz lenne. Ami így a maffiát érinti így a városon belül, azt se tudtuk, és nem is láttuk, nem is hallottunk róluk. Nem lehet, szóval hát ennyire nyilvánosan nem, mint ahogy itt hol beszélnek róla. Szeretnétek-e még egyszer kijutni Oroszországba? Hát ha a lehetőségek úgy hozzák, akkor minden bizonnyal, mert az egész város egy olyan élmény, és egy olyan, szóval nem is tudom, szóval egy olyan álom az egész város. Így, egészen közelről, mi az, ami leginkább megmaradt ebből a 6 hétből? Bennem személy szerint minden megmaradt, mert nagyon jól éreztük magunkat, nagyon sok szép helyen jártunk, sokat kulturálódtunk, múzeumokba mentünk, színházba, moziba, szóval nagyon sok szép emléket kaptunk ettől a 6 héttől. A Városi Televízió információs műsora. Minden hétfőn, szerdán, pénteken 19 órától. A város híreivel, eseményeivel. A Magyar Fotoművészek Szövetsége Fiatal Fotoművészek stúdiójának záró kiállítása volt kedden a Művészetek Házában. Mikor és milyen célzattal jött létre ez a stúdió? Hát ez 1977-ben alapult a Fiatal Fotoművészeti Stúdiója. Hát annak idején valójában bevallottan és hivatalosan azért, hogy fiatalok egyáltalán lehetőséghez jussanak az akkori viszonyok között, kiállításokat kapjanak, bizonyos anyagi támogatásokhoz jutottak így hozzá. És hát valójában ez a szervezeti felépítése a mai napig. Hány tagot tömörít? Körülbelül? Keveset, pontosan 22 tagot számlálunk, amiből most ezen a pécsi kiállítás sorozaton 12 ember mutatkozott be, tehát gyakorlatilag a tagságunk zöme. Ez a harmadik kiállítás ennek a sorozatnak, egyben az utolsó is, kiválasztotta a témákat. A témák gyakorlatilag maguktól adódtak, a kiállítás sorozatnak az volt a lényege, olyan elgondolás mentén született az egész, hogy mivel a stúdió egy olyan szerkezetű közösség, ahol nincsenek semmiféle stílusbeli megkötöttségek, egyértelműen a minőség az, ami összehozza az embereket.
Hétfőn este rendezték meg a Művészetek Házában Sümegi Eszter, az 1992. évi philadelphiai Pavarotti Nemzetközi Énekverseny győztesének koncertjét. Hol énekel többet, itthon vagy külföldön? Külföldön. Németországban, Amerikában énekeltem, és következő évben készülök Brazíliába, Tajvánba. Ez a bizonyos 3 évvel ezelőtti Pavarotti énekverseny mit jelent a pályája szempontjából? Változott valami azóta? Könnyebb. Tulajdonképpen egy nagyon nagy lökés volt, és úgy gondolom, hogy kicsivel könnyebb, de nagyon nehéz a mai fiataloknak előtörni. Ön hogy került oda 3 évvel ezelőtt? Véletlenül tulajdonképpen. Egy tévéműsorban hallottam, hogy Pavarotti fog énekelni, és így. És eljutottam. Akkor mi volt a műsoron? Toszka, Végzett Leonora, Aida, Nílusparti árja. Vagy inkább a színpad? Nekem mind a kettő nagyon kedves, úgyhogy én szívesen énekelek áriákat, dalokat, duetteket, és szívesen játszom is színpadon. Van még olyan, amit nem énekeltél, és nagyon szeretne? Angelika nővér. Azt nagyon szeretném, meg tulajdonképpen az összes Puccini szerep, és az összes szép szerep. Kedden este a Poteulában immár második alkalommal rendezték meg a jazzfesztivált, melyen idén is minden korosztály képviseltette magát. Mi a rendezvény előtt beszélgettünk a szervezőkkel. Úgy tudom, hogy a ma esti Pote jazzfesztiválnak vannak előzményei. Hát vannak bizony. Tavaly is megrendeztük ugyanezt a fesztivált. Hatalmas siker. Az idén is úgy néz ki, hogy nagyon jó lesz. Nagy nevek jöttek, jó nevek, a közönség is szépen gyülekezik, úgyhogy valószínűleg jó lesz. Mi lesz a ma esti program? Először a Pécsi Vajaz együttes kezd, utána Olá Kámán Szextet játszik, majd Vukán György együttese Bontovics Katival, és a Pege Babos Kőszegi Tomsics Kvartett játszik. Honnan jött az ötlet, hogy jazz fesztivált szerveztetek? A Pote B kollégiumban működik egy Dömper Pánzenei klubban Timár Péter hallgató vezetésével, és úgy érezte, hogy kinőtte már magát tavaly a dolog, és belevágtunk, sikerült, ezért vállaltuk az időn is. Milyen közönséget vártok az ilyen rendezvényekre? Ó, hát nagyon sokrétű, a professzortól, a hajósig, a villamosvezetőtől, a ápolónőig, nagy korban is nagyon változó. Szét kell nézni, fiatalok, öregek. Miért pont a Potén szerveztétek ezt a ma esti programot? Hát egyrészt itt dolgozunk, meg itt vagyunk, itt hallgatók a Dömper Klub vezetői, meg itt dolgozunk. Az egyetem nagyon sok mindenben tud segíteni, ezért. Kedden délután a Trias Impex Kft. Rendezett divatbemutatót a Horváth Kollégium épületében. A bemutatót 5 napos vásárral kötötték egybe, ahol több százféle sejemből válogathatnak a vásárlók.
Önök a Pécsi Városi Televízió műsorát látják. Deutsch Tamás a Fidesz alelnöke és Pokorni Zoltán a Fidesz oktatási kabinetjének vezetője ma délután 17 órakor a JPT aulájában nyilvános fórumot tartott. A téma a tandíj és a felsőoktatás fejlesztése volt. Az erről készült rövid összefoglaló következik. Ma este a diákok tulajdonképpen mivel fognak megismerkedni? Ma este nem csak a diákok ismerkedhetnek meg valamivel, hanem ez számunkra is lehetőséget teremt arra, hogy azt megismerjük, azt meghallhassunk, arról tudjunk beszélgetni, eszmét cserélni, hogy egész pontosan mi is a különböző városokban tanuló hallgatóknak, egyetemi polgároknak a véleménye azokra az intézkedésekről, többek között a tandíj politikai diktátumszerű bevezetéséről, ami elég nagy visszhangot, viharokat váltott ki itt az elmúlt hetekben. Mi magunk részéről azokat az elképzeléseket szeretnénk elmondani, és arról szeretnénk vitatkozni természetesen, hiszen lehet, hogy vannak olyan részei, amivel nem értenek, vagy csak részben értenek egyet a megjelentek, hogy mi milyen elképzelések mentén szeretnénk, ha megtörténne Magyarországon a felsőoktatás fejlesztése, milyen konkrét elképzeléseink vannak arról, hogy milyen formában a különböző hallgatói és felsőoktatási érdekképviseleti szervezetekkel megegyezve lehet bevezetni egy értelmes tandíjt a magyar felsőoktatásban. Egyáltalán egy jól működő, a polgári Magyarországot megteremteni kívánó kormánynak milyen felsőoktatási politikát kéne folytatnia. Tehát ez egy kétoldalú párbeszéd, ahol nem csak előadás hangzik el, és azt lehet meghallgatni, hanem valóban egy olyan beszélgetés, ahol az elmúlt hetek felfokozott hangulatában úgy gondoljuk, hogy az a fontos, hogy felelős politikai tényezők meghallgassák azoknak a véleményét, akiknek, hiszen érintettek, van, kell, hogy legyen véleménye az életüket rövid vagy hosszú távon befolyásoló döntésekről. Kedves nézőink, ennyi volt már a Pécs ma. Köszönjük figyelmüket, további kellemes estét, kellemes tévézést kívánunk. Viszontlátásra!